A Skipper magazin együttműködő partnerei a Magyar Vitorlás Szövetség, a Hanze Magyarország, a Seiko Prospects órák hazai forgalmazója a TMC Kft. És a Lagun Magyarország. Ötvenkettedik alkalommal rendezték meg a Princesa Sofia világkupát április 3-a és 8-a között, amely Európa egyik legrangosabb versenye. Másfél évvel a párizsi ötkarikás játékok előtt az olimpiai osztályok legjobbjai is képviseltették magukat a Palma de Mallorca-i regattán. A hatnapos viadal több versenyző számára is kiemelt helyet foglal el a naptárban, ami a nevezésen is meglátszott. 66 ország több mint 1259 hajósa vett részt 10 olimpiai hajóosztályban, amely rekordnak számít a megmérettetés történetében. Az első napon a résztvevők szenvedtek, hiszen a Mallorcánál megszokott remek szél elcsendesedett, így nagyon kevés hajóosztályban tudtak futamokat rendezni. A második napon már erősödött a szél, de a harmadik napon tapasztalt 10-15 csomós szélben már felpörögtek az események minden hajóosztályban. Az éremcsaták előtt az ötödik napon már győztest hirdettek a női és férfi lézereseknél. Előbbi kategóriában a holland Marit Burgmeester, míg utóbbiban a brit Michael Beckett tetszett behozhatatlan előnyre. A magyaroknak ezen a versenyen nem jött ki a lépés, 10 futam után Érdi Mária 29. helyen végzett, Badnai Benyámin a 27., Badnai Jonatán pedig a 13. helyen zárta a versenyt. Az utolsó napra ettől függetlenül még bőven voltak megválaszolatlan kérdések, talán a legjobban a szörfösökre szegeződött a figyelem. A verseny legvégén összességében a brit különítmény örülhetett, amely 4 arannyal és 2 ezüsttel lett a legeredményesebb nemzet a világkupán. A Skipper magazin együttműködő partnerei a Magyar Vitorlás Szövetség, a Hanze Magyarország, a Seiko Prospects órák hazai forgalmazója a TMC Kft. És a Lagun Magyarország.